Köszönöm szépen a tapsot. Először letekertem magamnak az állványt, és utána vettem ki belőle csak a mikrofont. Tehát... és kapaszkodom bele, tehát egyáltalán nem vagyok ideges. Nem, annyit buktam már színpadon, hogy nem izgul az ember, de vannak barátai, akik segítenek abba, hogy lehessen izgulni, és most már nem csak barátok segítenek ebbe, ugyanis én is elmentem a büfébe, hogy egy kicsit bemerevítek így, mielőtt kijövök a színpadra, és hát találkoztam egy úriemberrel, akinek volt energiája arra, hogy segítsen abba, hogy izguljak. Tehát, hogy ideges legyek, mert mondta, hogy itt volt a szőke is, erről nem tudtam egyébként. Azt mondja, hogy beszélt magáról is, nagyon jó volt. És így gondolkoztam rajta, hogy hát, ha másokat akarok égetni, miért beszél magáról? Tehát, hogy mert elég sokat voltam már szőkével egy színpadon, soha nem beszélt magáról, mindig rólam beszélt. Tehát, és ezt most nem tudom, hogy neki jár, vagy nekem jár, de minden esetre az biztos, hogy abban 100%-ig meg vagyok győződve, hogy rólam sok mindent elmondott. Nem tudom, volt itt valaki akkor, amikor a szőke itt volt? Igen, hát ezt csak így hallom, de biztos vagyok benne, ugye? Ugye? Tehát az biztos, hogy mondta, hogy 6 éve tartozok neki 50 000 forinttal, de... Nem akarok abban nagyon belemenni, hogy 6 éve tartozik 50 000 forinttal. De ez nem igaz? Tehát ez nem igaz, mert... Nem igaz, hanem visszavettem a jogos tulajdonomat. Tehát, hogy... És ez nem kölcsönkérés volt, hanem visszaigénylése annak az összegnek, amit korábban Bulgáriába adtam neki, mert voltunk mi kirándulni elég sokat a Bandival, és hát az, hogy színpadokon kirándultunk, meg az országon belül, ez egy dolog, de mi elég sok helyre eljutottunk közösen. Ezek a mi korai kolondozásai korszakomból volt. Én 5-ször voltam a szőkével Bulgáriában, mert nehezen tanulok, és... Azt hiszem, talán a legeslegelső alkalommal volt ez, amikor a szőke egy, hát egy szerényebb összeget kért tőlem, de ezt nem úgy, hogy megmondta, hogy mennyi, hanem konkrétan megérkezett, ő ilyen hangszermániákus, nem tudom, hogy fújta az orrfurujáját. Most már duóba is tudjuk nyomni, tehát, mert ilyen polinéz hangszert beszerzett nekem annyi pénzért, csak elvesztettem, nem merre neki megmondani, hogy nincs már meg az orrfuruja, mindig övét szoktam kölcsönkérni, és akkor 60 évig vagyok náthás. És akkor, amikor kint voltunk Bulgáriában, akkor csak így megérkezett váratlanul az egyszemélyes sátramba így betévet, mert hát ketten laktunk benne, de amikor indultunk, akkor csak így kérdezte, hogy alhatnék majd a sátradba, és ugye arra gondoltam, hogy majd én is alhatok az ő sátrába, de ő nem hozott. És, tehát, hogy egy ilyen cserekereskedelem, mert van ugye cserediák is, és akkor mondom, hogy ha ő alszik az én sátramban, én is alszok egy kicsit az övébe, milyen jó lesz nekünk. De hát ő, meg abba bíztam, hogy talán majd hozza a cuccot, mert ez az apám hátizsák, vagy apám sátra volt, ez egy ilyen 48 kilós sátor, egyszemélyes volt, 48 kiló volt. Olyan, hogy egy hétig kerestem a vasakat, hogy melyik tartozik a másikhoz, és amikor fölállítottam, már nem kellett leszúrni, mert nincs az a tornádó, ami arrébb tudná vinni, és... Ebbe aludtam volna egyedül, de hát sajnos meg voltam terhelve a szőkével. Az nagyon durva, hogy fölállítjuk a sátrat, segít is nekem, kihordani nem segítette. Tehát ugye mi vonattal mentünk Bulgáriába, az hogy nem mondjam, hogy minden útunk katasztrófa volt. Tehát akkor nem úgy utaztak az emberek, mint most, hogy úgy kell megkeresni a kalauzt, hogy hol van, mert ott maradt az állomáson, tehát nem is jön velünk. Mert minek? Hát két kalóz van egy vonaton, csak egymással tudnának beszélgetni, mert ember nem utazik vonaton. És akkor mint Indiában, így fürtökbe lógtak így a vonatról kifelé is az emberek, és a szőke magyarázta, hogy nem kell fölmenni Pestre. Nem kell fölmenni Pestre, mert Szolnokon is meg fog állni a vonat az, amelyik Burgaszba megy. De nem mondta, hogy Gdanskból jön. Tehát, hogy azt azért mondhatta volna, annyi lengyel volt a vonaton, hogy a Lengyelországban nem is maradt ember. És akkor... Ezek ügyeltek rá, hogy a magyarok már ne férjenek föl, ezért azt csináltak, hogy ki volt támasztva egy lábbal így a bejárati ajtó, és ugye mi csak úgy tudtunk felszállni vonatot, hogy az ablakon keresztül tuszkoltuk be meg egymást. Most hát Burgasz nem egy félnapos út, tehát így úgy 36 és 78 óra között van valahol, ha nem cserélnek mozdonyt, mert akkor hetek is lehetnek. És akkor nekem sikerült egyszer úgy beesni az ablakon keresztül, hogy így fejjel bepottyantam, és így a lábamon néztem 36 órán keresztül, mert nem állnak arrébb a lengyelek. Tehát így látják, hogy bejött oda egy tárgy, de kit érdekel? Csak ne kelljen vele beszélgetni, mert büdös a szája, de nem nagyon foglalkoztatta őket, hogy az egy láb. És hát egyszer
ez a, talán az első vagy második alkalommal volt, amikor nem is jutottunk bentebb. Tehát mi oda a folyosóra bepottyantunk így a szőkével, ott el voltunk tökéletesen. Egy idő után csináltam magamnak helyet, mert hát az ember igyekszik, és olajos hallal lehet ezt pótolni, hogy az embernek legyen helye, mert az olajos hal így tágítja a légkört, és akkor mindjárt jut még fekvőhely is. És akkor én ezt még otthon elmondtam a többieknek, hogy ez az olajos hal, ez egy nagyon komoly trükk. Sajnos nagyon bejött. Tehát mi a szőkével egy kusetet béreltünk ma ott kint magunknak. Édesen aludtunk, de arra, amikor reggel fölébredtünk, akkor láttam azt, hogy valaki más nagyon nagy, tehát ő szeretett volna egy vonatot magának, mert annyi olajos halat evett, hogy és valószínűleg nő volt, mert egy férfi az nem szórja csak úgy el a cuccokat nadrágon keresztül, mert így amerre végigment így a vonaton, mindent ilyen nagyon érdekes sárga csíkot húzott maga után. Ezt a szőkén is, meg rajtam is végighúzta, tehát így már nem volt természetes a mosolyunk. És én ezt gyanakodtam, hogy a szőke volt. Tehát, hogy a szőke meg állított, hogy nem én voltam, keressük meg a pongyolást, mert az volt. Mert ugye mondta, hogy nadrágban nem. Na most konkrétan biztos, hogy nő volt, mert a barátunk, aki hát ugyanebben a cipőbe járt, de ő nem olajos halat evett, hanem valószínűleg pixalámit és az egészbe akart belőle kijönni. Ezen a tömött vonaton nem talál magának üres vécét, mert ott is voltak elfekvők. És szeretett volna végigmenni, hogy eljusson a következő WC-ig, de Dévánál egy pillanatra megállt a vonat, mert piros jelzést kapott, és úgy gondolta, hogy a nyeles tengelyt nem cipeli végig magával a vonaton, hogy mindenkinek mondja, hogy pardon, pardon, mert ha véletlenül letörik, akkor nagy baj van. És azt csináltam, hogy az volt az egyetlen egy trükkje, hogy úgy gondolta, hogy ha leszáll a vonatról, előre szalad és a WC-s ajtónál jön föl, akkor nem kell pardonozni, hanem így beszalad és egyből a WC-be ugrik be. Arra nem is gondolt, hogy mi van, hogy ott is áll egy lengyel láb, tehát hogy akkor már nem tud fölkérdezkedni. Nem ez volt a gond, nem az volt a gond, hogy csak piros jelzés kapott a vonat, tehát nem állomásba állt meg, és amikor ő leszállt, így el is indult a vonat. Most hát mi azt látok, hogy az osztálytársunk így áll föl, mint Petőfi, ott Déván, hogy állítsátok meg, de ezt így mozgó vonatban, hogy így nem lehet érzékeny, hogy mi lehetett az a mondat, amit ő mondott. Hát mi már Burgaszban voltunk kint, már el is felejtettük, hogy létezik ez az ember. Ő meg ott Székelyországban tájidegennek tűnt a magyar kis cuccával, mert hát ugye nem volt neki kifordított birkabőrje, és mindenki tudta azon, hogy kit kell levenni, és ugye már pénzese volt. 2,5 héttel később érkezett oda, mint mi. Taxival. Mondom neki, Béla, hogy tudtál lejönni Dévából taxival Burgaszba? Hát mondom, az nem itt van, mondom, hogyha stoppol az ember, akkor még úgy van, de hogy taxival, azt mondja, hogy hát ott beszálltam, nem kérdezte meg, hogy van-e pénzem. Burgaszban meg kiszálltam, hogy így jártál. És ugye, ez egy jó trükk, én ezt később alkalmaztam egyébként Észak-Csehországban is, de hát mondom, mi Burgaszba szálltunk le, nagyon kemény volt. Tehát eleve az, hogy ezt a 36 órás vagy 72 órás szakaszt így végigélni tényleg, és ráadásul úgy, hogy mondom, meg vagyok terhelve a szőkével, aki folyamatosan beszélgetni akart. Én meg az, hogy cipelje a sátrat, mert azért egyedül nagyon nehéz, de hát ő egy cimat szatyorral jött, amiben csak egy vázlat füzet volt, mert ő Fekete-tengert szerette volna lefesteni. Fekete tintát hozott magával, mert mégiscsak vizuális típus, és hát nem segített a sátorhordásba, de abban a pillanatban, hogy befeküdtem a sátorba, és első vagy második reggeli érkezett, az nagyon durva. Tehát ő mindig azt adja elő, hogy én ébresztettem föl őt. Hát az én sátoromban miért ébresztettem volna föl őt? Ő jött oda, behajolt, most hát hagyd ne mondjam, hogy aki nem ismeri a szőkét, én már akkor ismertem, amikor nem kopasz volt, hanem ilyen dús-bodor fekete haja volt neki, meg egy ilyen nagyon érdekes etnikumos bajusza, és ezzel így behatol a sátorba, és így rámosolyog. Mire gondol az ember egy egyszemélyes sátorba, és ugye csak azzal tudtam kibújni, hogy a történelem tanárom mondta, hogy megyünk a nudista strandra. És ugye el is indultunk, biztos vagyok benne, hogy ezeket a történeteket ő elmondta, de azt nem mesélte el, hogy rögtön az első este érkezett oda hozzám, hogy figyelj, szeretnék venni egy gadulkát. Mondom, az micsoda? Hát ilyen medvetáncoltató hangszer.
ilyen három húros hangszer. Én már délután tudtam, hogy a medve mitől táncol, mert a használati utasítást nem adtak a gadulkához, tehát a szőke az húzta, nem tudta, hogy hogy kell, és a medve már kínjába táncolt. Tehát ugye konkrétan, de ezt először meg kellett vásárolni, és mondja a szőke, hogy kéne egy kis pénz. Mondom, mennyi? Ami van. Tehát ugye ez volt ez a bizonyos 60 vagy 50 ezer forint, amit kölcsön adtam neki. Nem megyek belőle a részletekbe, hogy minden utunkon volt egy hangszer, tehát egy évvel később kavart vásárolt, azt még a bulgárok se tudják, hogy micsoda. És nem is ismerik azt, aki meg tudja szólaltatni, de bulgár népi hangszer. Na most mi elindultunk, mert a szőke azt mondta, hogy hallotta Burgaszba, hogy Rilában van egy bácsi, aki már látott egy ilyen embert, aki fújta. Rila benn van a hegyekben, tehát hogy én nem tudom, hogy hány táncoló medvével találkoztunk útközben, de már láttam olyat, amelyik sírt is, tehát hogy... Mert a szőke is szőrös, tehát azért izgalmas dolog ez. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezek a jogos tulajdonok, amiket én szerettem volna tőle visszaszerezni, ezek voltak azok, amiket én visszakértem tőle kölcsön formájában. Gondoltam, ezt adom én meg, hát mondom, a hangszerből is kaptam egy vonónyit se. Tehát hagyd nem mondjam, hogy a gadulkával nem nagyon tudott másnap már vonózni, mert ugye aznap gyenyerészet. Én este egy nagyon-nagyon tudatos módszerrel szarrá törtem a vonóját, tehát másnap már csak pengetni tudta, de az is nagyon kínos, tehát azért ebben nem megyek bele. Én nagyon-nagyon meggondoltam, az, hogy Bulgaszba úgy szálltunk le, tehát oda is csak úgy jutottunk el, hogy a vonattól elindultunk Pomorje irányába, és azt kell tudni, hogy a bulgárok fordítva mondják az igent meg a nemet, tehát ugye ez náluk az igen, és ez a nem, és a szőke intézkedni akart, és azt mondja, várjál, megkérdezem, hogy ott vagyunk-e már Pomorjébe. És így előre ment, megkérdezte a buszsofőrt, ne haragudjon, ott vagyunk már Pomorjébe. És ugye az mondta neki, hogy nem, most kell leszállni. És hogy abban a pillanatban ott éreztük magunkat az Európa kempingbe, tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen veszett fejszer, nem odaindultunk egyáltalán, és én már akkor gondoltam rá, hogy megszakítom a kalandozásaimat a szőkével, mert nem kéne ebbe a közös projektbe gondolkozni. Évekkel később meg már meg is bántam, hogy egyáltalán elindultam vele, mert akkor egy szűk csapattal mentünk Portugáliába és Lisszabon környékén, hát a társaság egy nagy része fogyasztott, nem mondanám úgy, hogy alkoholt, így P-betűs italokat ittunk, mert mi a vasútnál csak P-betűs italokat ittunk, annak idején pár pohár bor, pár pohár sör, pár pohár pálinka, és ezeknek a hihetetlen permutációját, és ugye ott ebből sikerült annyit inni, hogy a csapat egyik része szerette volna megnézni az Atlanti-óceánt, a másik része meg nem tudta, hogy van olyan. És a szőke volt az egyetlen, aki nem is hívott, de nem is akarta megnézni az Atlanti-óceánt, és ott hepciáskodott, ott is ordított, hogy engem nem érdekel, nem megyek sehova, nem megyek oda, és meg akarta akadályozni az egészet, hogy puff, levert a tükröt. Na mondom, ezt most jól megcsinálta. Majd nézed a másik tükröt. Hát mondom, igen, de ez nem a mi autónk, mondom. Ez olyan. És ugye... És már akkor... Akkor már akarta megnézni ő is az Atlanti-óceánt. De már akkor megfogadtam, hogy soha többet szőkével nem utazok sehova, mert tényleg csak a nyomort hozta rám. Nem futok bele a részletekben, mert az még másfél nap lenne, vagy hogyha jönnek máskor ide és lesz tévéfölvét, akkor szívesen elmondom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.